új ügyeleti rendszer. A 1830-as telefonszámot kell hívnia annak a betegnek, akinek segítségre van szüksége. Vállalkozói fórum Nyíregyházán. Cél az ipari park bővítése és újabb cégek betelepítésével további munkahelyek teremtése. 30 éves a Kállai gyűjtemény. A jubileumot 6 hónapos rendezvénysorozattal ünneplik Nyíregyházán. A 1831 olyan telefonszám, amely az egészségügyi ügyeleti rendszer átalakulásával nemrég került be a köztudatba. A beteg itt szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgőségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldenek. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az ügyeleti hívások kezelése rögzített vonalon beteg és minőségbiztosítási szempontokból visszakövethetően az aktuális szakmai betegosztályozási irányelveknek megfelelően történik. Hajdú-Bihar után Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is átalakult az ügyeleti rendszer március 1-én. Korábban a törvény szerint ez az önkormányzatok kötelezettsége volt, most már azonban az országos mentőszolgálat feladata ennek szervezése. Ez jelenleg 2 ellátási időszakot jelent délután 4-től este 10-ig, valamint 10 órától másnap reggel 8 óráig. Az elsőben a korábbi 20 ügyeleti pont helyett 13 plusz 1 gyermekpont működik, míg az éjszakai időszakban 5 plusz 1 ügyeleti pont maradt a vármegyében. Változást jelent az is, hogy míg a házi orvosoknak korábban kötelező feladatellátás volt az ügyelet, ez most önkéntes lett. A korábbi hajdú-bihari tapasztalat is az volt, hogy a kollégáknak körülbelül 20%-a az, aki aláért az OMSZ ügyeletre és a működésben részt vesz. Döntően azok, akik egyébként korábban is az ügyeletekben többször és többet ügyeltek. Ugye ismerős, megismert a háziorvosi korfa. Itt a megyében ez talán még egy picit rosszabb is, mint az országos átlag. És ahogy egyébként Nyíregyházától a országhatár felé haladunk, egyre rosszabb. A Csengeri térségben 67 év feletti az átlag életkor a Csengeri járásban. Ugye ez okoz nehézséget, egy idős háziorvosi korosztályra kell tulajdonképpen az ügyeleti kötelezettséget, ezt az éjszaka vagy este végzett feladatot rá terhelni, ami nehézséget okoz. Ezért talán akkor, amikor erre lehetősége lett a háziorvosoknak, és most már önkéntesen dönthetnek azt illetően, hogy vállalják-e az ügyeleti szolgáltatót vagy sem, többen az idősebb kollégák közül azt mondták, hogy akkor ezt az ügyeleti feladatot ők már nem tudják vállalni. Az átszervezés oka az volt, hogy egymás mellett párhuzamosan működött a házi orvosi, a sürgősségi és a mentőszolgálat ügyeleti rendszere, ennyi erőforrás azonban nincs a rendszerben. Célszerű volt egy kézbe helyezni, az országos mentőszolgálatnak átadni az irányítást. Így most már a 1830-as számot kell hívni, ha házi orvosi rendelési időn kívül tapasztalnak panaszokat a betegek. Mint az orvosi kamara megyei elnöke fogalmazott, minden indulás nehéz, minden új dolgot meg kell szokni. Vannak pozitív visszajelzések is, hogy már a 1830-as számnak a hívásával a telefonon kaptuk olyan tanácsot, ami segített abban, hogy a következő házasi rendelésig a panaszai orvosóval legyenek. Ugye, hiszen az ügyeleti szolgálat az arról szól, hogy olyan panaszokkal jelentkezzen a beteg, ez nem egy kényelmi szolgáltatás, nem egy meghosszabbított házi orvosi rendelésről beszélünk, sokszor sokan így gondolnak az ügyeletre, hogy hát nem értem el a házi orvosomhoz napközben, és akkor bemegyek az ügyeletre. A háziorvosi ügyeletnek az lenne a funkciója, és ez egy sürgősségi ellátási mód. A háziorvosi ügyeletnek az a funkciója, hogy olyan panaszok megbetegedés kapcsán, ami jelentős panaszt okoz, és nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, amikor az én háziorvosom rendel, azzal lehet felkeresni az ügyeletet, és akkor ott ellátást nyújtanak. Azokon az ügyeleti pontokon, amik nem a sürgősségi osztályok mellett vannak a vármegyében, döntően nem változott az ellátásban semmi. Azonban, ahol a kettő egymás mellett van, ott igen. Az úgynevezett triásban egy szakképzett ápoló veszi fel a panaszokat, és ez alapján egy 5-ös skálán eldönti, hogy mennyire súlyos az eset. Enyhe panasznál a házi orvosi ügyeletre küldik a pácienst, így a sürgősségi ellátásra is kevesebb beteg jut, és hosszú órás várakozások helyett a házi orvosi ügyeleten akár fél órán belül is megfelelő ellátást kaphat.
Cél az ipari park bővítése és újabb cégek betelepítésével további munkahelyek teremtése, mondta Kovács Ferenc egy nyíregyházi vállalkozói fórumon. A polgármester szerint ki kell használni azokat a lehetőségeket, amelyeket a Nyíregyháza Debrecen Miskolc által határolt ipari övezet révén tudnak kínálni a külföldi befektetőknek. Debrecen mindjárt betelik, Nyíregyháza egy év múlva, Miskolc nehezebb eset. A miniszterelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján elhangzott mondatával kezdődött az a fórum, amelyen a vármegyeszékhelyi vállalkozói kaptak tájékoztatást Nyíregyháza fejlesztési terveiről. Kovács Ferenc polgármester elmondta, már 500 hektárnyi területet vásároltak az ipari park számára, és szeretnének tovább terjeszkedni. Kötöttünk egy jó megállapodást a kormánnyal, aminek az a lényege, eddig 53, tehát eddig a kormány Nyíregyháza gazdaságába 53 milliárdot fektetett be. Ebben a háborús, Covid utáni energiaválságos évben. A két befektető szerintem, a dél-koreai meg a német cég 400 milliárd fölött fog járni, mire befejezi két év múlva beruházását. Tehát azért csak úgy nagyságrendileg mondom, a modern városiban a legjobban jöttünk ki, de azért nem volt 100 milliárd. A Legónak az első beruházása, amikor ugye itt volt, az sem volt 100 milliárd. Most eddig járunk 450 milliárdnál. Podlovics Roland, gazdaságfejlesztésért felelős alpolgármester, az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfóliát gyártó WScope nyíregyházi tervét ismertette a fórum részvevőivel. 1100-1200 munkahelyet terveznek, ugye ez mindig nagy kérdés, hogy vajon mennyi külföldi munkaerő lesz ebből. 2025-ben kezdik majd igazából feltölteni. Most per pillanat olyan 70-80 dél-koreai kolléga már dolgozik egyébként itt, nyilván ez nem egy az a nagyságrend, ami mondjuk így feltűnne, vagy úgy látnák a nyíregyházi lakosok, de hát ugye mérnökök a kivitelezésben, akik részt vesznek, illetőleg szépen a maga a WScope-nak a vezetősége is szépen bővül, most már 20 fölött vannak. Amikor gyártás el fog kezdődni, akkor 100-nál többet nem terveznek, inkább alattal lesznek. Az első időszakban talán több a technológia szerelés és beállításkor. Olyan 200 fő az, aki magasan képzett mérnököt szeretnének foglalkoztatni Magyarországon elsődlegesen. A rendezvény szervező egyesület elnöke szerint a nyíregyházi vállalkozók mellett a város is profitál a hasonló találkozókból. Különleges a mi rendezvényünknek az összetétele, látogatottsága, hiszen valamennyi rendezvényünkön is részt vesz a polgármester úr, és ha azt mondom, hogy 90%-os a részvételi arány, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény. Ugye a vállalkozók Nyíregyházai Egyesület nevébe is benne van, és az alapítóiratunkban is ez szerepel, hogy a vállalkozók Nyíregyházáért, a város pedig a vállalkozóikért van. Nagyon sok együttműködésű tevékenység van, megrendeléseket a vállalkozóktól eszközöl a város, illetve fordítva információkat adunk, fákat ültetünk, úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű ez az együttműködés. Lakatos Tibor elmondta, a vármegyeszékhely vállalkozói következő rendezvényükön a legnagyobb hazai energiaitalgyártó cég üzemlátogatásán igyekeznek majd bővíteni üzleti tapasztalataikat. Együtt italoztak, majd ittas munkatársának engedte át a vezetést, az ügyészség mindkettőjükkel szemben vádat emelt. A két középkorú férfi ez év január 29-én már a reggeli órákban italozni kezdett, egyikük közepes mennyiségű, másikuk nagyobb mennyiségű szeszes italt fogyasztott, majd úgy döntöttek, hogy autóval indulnak el idéglenes szálláshelyükre. Az erősen ittas férfi átengedte a vezetést a kevésbé ittas munkatársának, aki vezetői engedéllyel sem rendelkezett, ugyanis azt korábban tőle éppen ittas vezetés miatt elvették. A személy gépkocsival Tiszalök belterületén közlekedtek, amikor a rendőrjárőr megállította őket. Az ügyészség mindkét férfival szemben vádiratot nyújtott be, a sofőrt ittas vezetéssel, a tulajdonában lévő személy gépkocsi vezetését ittas személynek átengedő férfit pedig járművezetés tiltott átengedésével vádolja. Mindketten pénzbüntetésre és járművezetéstől eltiltásra számíthatnak.
30 éves a Kállai gyűjtemény, a jubileumot 6 hónapos rendezvénysorozattal ünneplik, kezdésként két kiállítást nyílt csütörtökön Nyíregyházán. Fényesebb a láncnál a kard címmel 1848-49-es relikviákból állítottak össze egy tárlatot. Alapítónkra emlékezve címmel pedig Kállai Kristóf hagyatékából láthatnak kitüntetéseket a történelem szerelmesei. A Művészeti Szakgimnázium tehetségeinek előadásában hallhatta a közönség Monteverdi egyik szerzeményét. Az idén 30 éves Kállai gyűjtemény két kiállítással nyitotta meg a több hónapon át tartó ünnepség sorozatát. Alapítunkra emlékezve címmel Kállai Kristóf hagyatékából láthatnak például kitüntetéseket a történelem szerelmesei. Ezzel is szeretnék növelni a már most rekordot döntő látogatószámot. Mi tavaly évet nagyon jól zártunk, mint látogatottsági létszámban, mint pedig bevételben, de én azt mondom, hogy ez az évünk nagyon jól sikerült, már a kezdetek, hisz az elmúlt két hónapban közel 2400 látogatónk volt, ami eddig még nem volt, hogy mondjam, jellemző, úgyhogy nagyon-nagyon próbálunk odafigyelni, minden kiállításra múzeumpedagógiát szervezünk, a múlt hónapi festménykiállításunkra 42 múzeumpedagógiai csoport foglalkozást tartottunk, úgyhogy én azt mondom, hogy kis létszámmal dolgozunk, de nagyon van hatékonyan, és ezt szeretnénk a teljes évre ezt kivetíteni. A következő 6 hónapban olyan kiállításokkal készül a múzeum, aminek darabjait korábban nem láthatta a közönség. Ilyen például a volt jogtörténész Kállai István anyaga, amelyet tartós letétbe kapott meg a gyűjtemény. De más családi relikviákból is lesz kamara kiállítás, hogy méltóképpen mutassák be a Kállai család történelmi jelentőségét. A Kállai család sokat adott Nyíregyházának és a megyének, és sokat kapott. Kállai Rudolf, Kállai Miklós, Kállai Kristóf szerették Nyíregyházát. Igazi lokálpatrióták voltak. Szerették a megyét, ahonnan elindultak. Páratlan, nehéz életutat tud magáénak Kállai Kristóf, az alapító, de ugyanígy az édesapja Kállai Miklós is, hiszen ahogy hallottuk, polgármester úrtól először Szabolcsi Fő István volt, majd 1930-tól bekapcsolódott Kállai Miklós az országos politikába, majd miniszteri tárcát, majd miniszterelnöki tárcát vállalt 42-44 között, mert megbízható embernek tartották, és a háborúval való kivezetését akarta elérni az országnak. Ez egy tipikusan magyar szabja, szabadságharci játék a 1837 mintájú szabja. Ennek az azért tudjuk, hogy ez magyar szabja, mert az osztrák oldalon kötötték magukat a szabályzathoz, tehát abban szabványpenge volt. Viszont a magyar tiszteknél már sokkal elnézőbbek voltak, és a magyar tiszt meg azt mondta, hogy köszöni szépen ezeket a kis vékony pengéket, és szeretne olyan pengét beletenni, hogy a hodas, mint akkor az ott eredménye is van. Itt pedig már Kulcsár Róbert mesél azokról a kardokról, amelyek a magángyűjteményéből kerültek kis időre a Kállai gyűjteménybe. Fényesebb a láncnál a kard címmel nyílt ezekből az 1848-49-es relikviákból kiállítás. 48-49-es szabadságharc, ez egy nagyon fontos része a történelmünknek. Én úgy gondolom, hogy az itt jelenlevő tárgyakkal igyekeztem bemutatni azt a korszakot, illetve az arra a korszakra jellemző tárgyi emlékeket, amelyek nem csak a honvédség részéről fontosak, hanem a hétköznapi emberektől is jöttek tárgyak. A kiállítás április 10-ig látható, még a Kállai Kristóf hagyatékából összeállított tárlat április 13-áig marad a Kállai gyűjteményben. Szombaton mutatják be a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban a Frankenstein című darabot, a Balázs Zoltán által rendezett adaptáció bátran vegyíti a stilizált és naturális elemeket, kendőzetlenül beszél az emberben felgyülemlett sötét erőről, megidézi szorongásainkat, a halálfélelmet és a szexualitást. Az előadás 14 éven felüliek számára ajánlott. Nem egy szokványos próbafolyamatot tudhat maga mögött a Móricz Zsigmond Színházban március 11-én bemutatásra kerülő Frankenstein című előadás. Balázs Zoltán rendező azt mondta, az volt a célja, hogy a színészek ne csak a saját szerepeikre koncentráljanak, hanem az egész előadást tartsák szem előtt. Ezért az olvasó próbán a színészek ezúttal nem tudták, ki melyik szerepet fogja játszani. Én egyáltalán nem úgy dolgozom, ahogy a klasszikus munkamódszer megkívánja, tehát nincsenek rendelkező próbáim, nincsenek
27-szer összpróbáztatott események, tehát magyarul nem arra appellálok, hogy a rutin meg a begyakoroltság hozza meg a színész biztonságát, hanem én a szellemére, a lelkére, a figyelmére appellálok, és hát ez a fajta hármas, ez egy másfajta munkamódszert igényel, sokkal alaposabb, pontosabb, geometrikusabb, tudatosabb, ilyen szempontból a belső mozgásokat, a belső átváltozásokat jobban generáló munkapróba és folyamat. Hát igazából az volt számukra szerintem az érdekes, hogy nem a azzal a biztonsággal indultak neki az olvasópróbának, meg a próba folyamatnak, hogy mindenki tudta, hogy akkor én Viktor vagyok, vagy a kreatúra vagyok, vagy én vagyok Elizabeth, vagy Clarice, és akkor innentől kezdve csak arra a problémakörre fókuszálok, ami az én szerep alakommal kapcsolatos, hanem hogy mindenki érdekes lehet, amíg meg nem tudja, hogy pontosan kit fog ő megfogalmazni, és így a kontextusát, az egészet, a tartalmát próbálták megérteni, átlátni, magukévá tenni. Tehát ez egy sokkal intenzívebb, elmélyültebb, integratívabb figyelmet igényelt részükről, és ezért az egész egy szimbiotikusabb jelleget kapott, ebben bízok. A rendező számára kiemelten fontos volt, hogy a jeleneteket a lehető legaprólékosabban kidolgozza. A színészek játékát sajátos mozgáselemek, zenei atmoszférák, látványos jelmezek és mozgatható díszletelemek támogatják. Én azt gondolom, hogy az érzékszerveinkre is hat a színház, vagy főleg arra hat, és a mozgás, a beszéd, a ritmus, a gondolat, a szándék, a zene, a látvány, ezek együtt hozzák meg a nézőben azokat a fajta ingereket, amelyek aztán őket egy saját utazásra invitálják. Azt szerint, hogy milyen kultúrájú, vagy milyen gyermekkorú az adott néző, vagy milyen az ő jelenlegi élete, vagy milyen a kora, neme, stb. Stb. Szóval, hogy ez egy ilyen tudatos impulzus részemről. Balázs Zoltán úgy fogalmazott, az előadás nézői egy eltorzuló személyiség jellemrajzának különböző stációit láthatják, amely nem csak a főszereplőt érinti, hanem az egész együttest, mivel az ő jelenlétük táplálja a főhőst, akivel így módon folyamatos kölcsönhatásban vannak. A rendező azt mondta, nagyon felkészült és lelkiismeretes művészeket ismert meg a közös munka során. Én azt gondolom, hogy ők egy rendkívül nyitott, nagyon felkészült, nagyon pontos, lelkiismeretes együttes tagjai, mármint a színészek, és ők ezt szerintem a befejezetlenségével együtt fogják egyre inkább befejezetté tenni. Tehát a tökéletlenség mindig része a tökéletességre való törekvésnek. A különleges vizuális és akusztikus megoldásokat is ötvöző előadás alapjául Nick Dear nagy sikerű Frankenstein feldolgozása szolgált. A Jászai díjas rendező elmondta, az előadás az ember lényegét érintő örök kérdéseket feszegeti, amelyekre azonban a nézőknek kell önmagukban megfogalmazniuk a válaszokat. A hétvégén ismét rangadót játszik a kisvárdai futballcsapat. Az NB1 23. fordulójában Török László harmadik helyen álló együttese a negyedik Debrecent fogadja. A két csapatot egy pont választja el egymástól a tabellán. A mérkőzés szombaton 14 óra 30 perckor kezdődik a Várkerti stadionban. Március első napjai nem a legjobban alakultak a kisvárdai csapat számára. Elsőjén a Magyar Kupa negyed döntőjében Török László együttese 2-0-ás vereséget szenvedett a másodosztályú Budafoktól, így elbúcsúzott a sorozattól. Az elmúlt hétvégén pedig hazai pályán veszített rangadót a Várda. A második helyezett Kecskemét 1-0-ra győzött a Várkerti stadionban, 4 ponttal ellépve a harmadik helyi továbbra is őrző Kisvárdától. Vasas meccsen is egy kicsit dráma volt a végén. Ugye, hogy a legvégén kaptunk egy büntetőt, az nagyon lehúzott minket. Ugye jött egy Magyar Kupa mérkőzés, ahol a terveink, a továbbítási terveink szertefoszlottak. Tehát jött egy Kecskemét nagy szintén, ahol vereséget szenvedtünk. Tehát egymásra épülő negatív hatások értek minket. Ebből kell most kijönnünk. A héten dolgoztunk, beszélgettünk erről is sokat. Úgy gondoljuk, hogy természetesen azok is mi voltunk, akik eddig a bajnokság folyamán az előző mérkőzéseken és a tavalyi szezonban is azért nagyon jó mérkőzéseket játszott. Most egy kicsit elveszítettük a fonalat, de azon vagyunk, hogy ezt most nagyon gyorsan megtaláljuk, és ennek a szellemében készültünk a mérkőzésre, úgyhogy ezeket meg kell temészteni, remélem, hogy túl vagyunk rajta. Szombaton újabb rangadó vár a Kisvárdára, az egy ponttal és egy helyezéssel mögötte lévő Debrecen látogat a Várkerti stadionba. Sok változáson ment keresztül a Debrecen labdarúgó klub és maga a csapat is, ugye edzőváltás, tulajdonosváltások,
vezetői pozíciók cserélődtek. Úgy néz ki, hogy kezdenek kiegyenesedni, és egyre jobb teljesítményt nyújtani, és tényleg kirajzolódott egy jó stílusuk a játékoknak is. Úgyhogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de nekünk azt ki kell használni, hogy megint itthon tudunk játszani, és ha nem is teljes mértékben, de felettetni az elmúlt időszakot. Nem utólagos magyarázkodásnak, csak pillanatnyi helyzetjelentésnek szeretném mondani, hogy azért nagyon sok sérülés és betegséggel bajlottunk, de inkább az a betegség, ami dominált a csapat körül. Ugye még a hét elején is hétfőn kedden szerdáig voltak betegségek, volt akiné lázba is járt, volt akiné nem. Úgyhogy ilyeneken is keresztül megyünk, biztos, hogy lesz változás. Ma már edzettünk, mindenki tudott edzeni, remélhetőleg már nem lesz újabb betegség, és akkor ki tudunk állni egy erős kezdő 11-jel. A Kisvárda-Debrecen mérkőzés szombaton 14 óra 30-kor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Paks-Molfehérvár FC, Budapest-Honvéd-Zalaegerszeg, Kecskemét-Vasas, Újpest-Mezőkövesd és Ferencváros-Puskás Akadémia. A Magyar Kupa bronz mérkőzésén lép pályára vasárnap a Fátum Nyíregyháza. Budapesten a Ríz Levente Sport és Rendezvény Központban a Kaposvár lesz Tomás Varga csapatának ellenfele. A döntőt a Békés Csaba és a Vasas Óbuda vívja a női röplabda Magyar Kupában. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, ismét néhány mondatban. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is átalakult az ügyeleti rendszer március 1-én, a 1830-as telefonszámot kell hívnia annak, akinek segítségre van szüksége. A beteg itt szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldenek. Az ügyeleti hívások kezelése rögzített vonalon, beteg és minőségbiztosítási szempontokból visszakövethetően az aktuális szakmai betegosztályozási irányelveknek megfelelően történik. Nyíregyháza fejlesztési terveiről esett szó azon a fórumon, ahol a vármegye székhely vállalkozói kaptak tájékoztatást az ipari parkkal kapcsolatos elképzelésekről. Kovács Ferenc elmondta, már 500 hektárnyi területet vásároltak az ipari park számára, és szeretnének tovább terjeszkedni. A polgármester szerint ki kell használni azokat a lehetőségeket, amelyeket a Nyíregyháza Debrecen Miskolc által határolt ipari övezet révén tudnak kínálni a külföldi befektetőknek. 6 hónapon keresztül ünnepli a nyíregyházi Kállai gyűjtemény fennállásának 30. évfordulóját. A programsorozat kezdeteként két kiállítás is megnyílt csütörtökön. A szabadságharc idejéből két akvarelkép maradt fenn, Gróf Leiningen Westerburg Károlyról. Az egyik a Magyar Nemzeti Múzeumban, a másik pedig Nyíregyházán, a Kállai gyűjteményben látható. Március 10-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton csökken a felhőzet és felhő átvonulások zavarják a napsütést, az északnyugati szél csaknem országszerte erős, többfelé viharos lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 17 fok között valószínű. Vasárnap a hosszabb, rövidebb napsütés mellett melegfront felhőzete sodródhat fölénk, csapadék nem valószínű, délután 6-10 fokot mérhetünk.